Na hogy? Karasz Robert! Figyelj, és... Név szerint ismeri az összes rajongóját. Hihetetlen. Nagyon gázban. Borzasztó. Az nem a tévét puszíja meg most. Akkor jöjjön a hal. A tévét is puszít meg a tévét. Önálló gondolatára vele értek. Köszönöm szépen. Mi van itt? Szép estét a Hashtag Bocskor, egy újabb kiadása. A vendégeim egy hölgy van csak, Bombera Kriszta, Karasz Robi, Hajdú Steve és Gangsta Zoli. És szinte egy ilyen ötödik, hatodik személy befurakodott. Nyilvánvalóan mindenki ismeri a Karasz Robinak a mackós történetét, illetve hát ugye az alapítvány, stb. Te nem ismered? Én nem. Tehát nem elvileg... De hogy simogatta közben? Igen, én most is simogatom. Kis pociát. Igen, és te úgy érzed, hogy ezt be kellett hozni ide, ezt a medvét? Úgy éreztem, igen. Igen, mert, megint van egy üzeneted nyilvánvalóan. Mert azért, mert te most nem gondoltad, úgyhogy be kellett hozni, te még gondoltam. Kérek szépen. Ki tudja elolvasni, hogy kinek a neve szerepel rajta? Justin Bieber. Andy Vajna. Majdnem, az A betű a stimmel. Évelején volt itt, akkor forgatott. Most sikerült behoznod novemberben? Az... Most lesz az árverés december 5-én. Antonio Arnold Banderas. Antonio Banderas! Ja. De a végére elkezdtek hatni a drogok, mire végére tud aláírás. Picasso, tudod, Picasso-t alakította. Ugye, Antonio Banderas. Antonio Banderas. Van-e kikiáltási ára, van-e az a pénz, amiért most ideadod, Robi? 300 ezer. Mi az? Minden sztár, teljesen mindegy, hogy világsztár vagy hazai sztár, mindenkinek a macia 10 ezer forintról indul. Uh-huh. Én akkor már megveszem most. Na jó, de általában a világsztároknak a mackója az egy ilyen 2-3 millió forint fölött megy el. A mackója? Igen. A Harrison Ford vezeti egyébként a rekordot. Az ő macia az 4 millió forintért ment el tavaly előtt. Vezeti a rekordot. És hogyha egyszer... Szeretném nektek megmondani, hogy hány óra van. Wow! És az óra él. És az óra él. Belerakod a vízbe. Ezt egy órás barátom adta, azt mondja, hogy tényleg vízálló, a tied is, az enyém is, hogy megáll benne a víz. Mondja, hogy ezt nekem adja, hogyha egész műsor alatt a vízbe lesz, úgyhogy te helyezd el, kérlek, az én poharamba. Igen. Ti nektek van egy ilyen óra... Közi az enyémbe! Igen, az enyémbe! Enyémbe! Ennyi. 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 Ebben a műsorban volt, az idő. Amikor... Karasz Robi... Van olyan kamera, ami képes elkezelíteni? Jó. Robi, légy szíves, olvasd el ezt itt, még van ide írva. Tehát ez nem hashtag Karasz, Bízálló, hanem ülj le. És... Hashtag ülj le! Hashtag ülj le! Hashtag ülj le! Műsor! Jó. De mi ennek a sztoria, bocsi? Az, hogy a Steve az egyik műsorban, ebben a hashtag bocskorban, ugye... A legjobb műsorban, a legjobb műsorban eddig eláztatta azt a karórát, a Robiét, ami éppen most a csuklón van, és hát akkor nagyon izgultunk. Egyébként azt nem tudják még a kedves nézők, hogy Karasz Robi, aki... Miért van itt? Csak úgy vállaltad, hogyha eladsz egy mackót? Igazából inkább jövök ingyen, csak hadd adjam el a mackót. Tehát Karasz Robi ugye a munkássága során különösebben nem tudott még sikerélményt összeszedni. Robi, a nézettségi adatokat küldjék el a Döglés Zolina, hogy lássa azt, hogy amikor én szereplek,
akkor így megugrik a nézettség. Igen, azért, mert téged húzkodnak a földön leföl. Ezért ez hihetetlen. Tehát azért csak nem, róla szól. Igen, de nem véletlen a Moldova annak idején nem véletlen nem értett téged, ugye? Tehát ez, én nem értettem őt. Te nem értetted őt. Igen, nagyon furcsa. Egy ország érti, csak te nem, ez is furcsa. Igen, utoljára szóval... akkor volt csendben, amikor az órája benne volt a vízben. Akkor, és azt köszönöm neked. Szóval, nem csak azt akarom elmondani a nézőknek, hogy még a műsor előtt a Robi próbált valamiféle szimpátiát itt becselkészni a közönségé, és végig csókolt mindenkit itt. Tényleg mindenkit végig, igaz? A Robi azt hitte, nőnap van. Nőnapot csinálja ezt. Aki ismer, az pontosan tudja, hogy mindenkivel nagyon kedves vagyok. Hát kivéve nem ismerünk. Azt látszik, de egyébként már megint csúsztattál, ez egy ilyen rossz hát, újságírói, nem. Műsorvezetői szokás, mert az, hogy mindenkit, nem igaz, nem mindenkit, az első a hölgyeket. Az első két sort, és ott a fiatal embernél abba hagytak. Zoli, hát a Zolival mi összesöktük, hogy az ami írtógáz volt. Tehát dehogy is. De tényleg összesöktük. De mutasd meg, csak először, mint egy ilyen nagy színpadon így kecsegteti őket, tehát elmegyek erre, utána arra, tőle és elpuszíthatom. Tőle tanultam. Valamikor a rossz dolgokat is az ember ellesi. Ez olyan megjön egy aréna koncert. Csak az a baj, hogy ő tényleg a kaut megpróbálja visszaigényelni. De a Robi cuki, látnátok, amikor hajnalban előveszi a mikrofonját. Aja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 j
szivacs? Van. Az elején van szivacs? Ő mindig bele akar énekelni, de mondtam, hogy ne. Van a Robinak egy mikrofonja, amin van egy rádió, és karaokezik. Reggel 6-kor énekli a Döblégy Zoli számait. Nem, nem mondd el, mert most kivágjuk a Kárász sztorikat amúgy is. Tehát, lesz téma is, vagy ez már az? Nem. A téma... Zoli, akármennyire elszomorító a téma, egy picit Kárász Robival és a Bombival kezdődik. Ne, azt olvastam, hogy ti Barcelonában, bár nem akarattal, de együtt ünnepeltétek a születésnapot. Ki az, aki akarattal? Köszönöm szépen. Tehát, hogy elmentetek szabadságra, hát, születésnapozni. Hogy születésnapot nem akarattal, ezt nem értem. Mert hogy általában véletlenül találkoztatok össze. Ez és mind a ketten azért mentetek Barcelonába, hogy születésnapozzatok saját társasággal. Virágok legyenek, ez a Krisztának elromlott. Ha nézzük meg az első képet, ez Kárász Robinak az instája, jól tudom. Hát látszik még csak a Robi boldog. Igen. Mindenki más szorong az asztal. Ez nem valami katalan étterem kőbányán? De valami ilyesmi. És a szöveg, amit a Robi hozzáír, véletlen, sors, nem hiszed el. Na ilyen az, amikor Barcelonában összefutsz a születésnapodon a műsorvezető társaddal, barátoddal, Bombera Krisztával, aki szintén a szülinapját ünnepli itt, mert sajnos a Krisztát is fel kell olvasnom utána. Mindketten lányainkkal érkeztünk, és ma este együtt ünneplünk katalán-magyar ismerőseinkkel. Kicsi a világ? Az. És emojik, na, várjál, mosoly, izé, csomag, fekete szín, maci, repülőgép, borsör. Én azt akarom kérdezni tőletek, ugye ez mindenki ismeri, hogy külföldön van, és véletlenül összefut egy ismerőssel, ami tök kellemetlen, legalábbis valamelyik ember számára. Hát hogy ne? Na most... Főleg, ha a párom is azt mondja, igen. Úristen, a párom tehát, hogy lehet, amikor a... Krista, hogy lehet azt, amikor a Ramblán összetalálkozol a Kárásszal, úgy intézni, hogy ne kelljen vele tölteni 3 percnél többet? Lehetetlen, mert már a repülőn találkoztunk. Na, ugyanazzal a géppel mentünk, ugyanazzal jöttünk. De Robi nem első osztályon? És visszafele még jelenetet is rendezett. Na, de rendben van. Jelenetet? Komolyan, sokkal durvább volt, mint a mikrofonja. Végcsokolta az egész vizet? De akkor mondd el. Nem, az szokott történni, hogy amikor a Robi előveszi a mikrofonját hajnalonta, tényleg esküszöm nektek... Akkor mindenki kinevet, hogy az mi? Minden reggel előveszi. Mikroport az övé, ugye? Ez egy ilyen kis mikrofon, amiben ő karaokezik reggelente. Nem, ennél jobban ne írd le, előveszem a mikrofonon. És amikor táncol hozzá, előveszik, táncol hozzá Robi, hogy szórakoztassa minket, felébredjünk, és leverte a parfümemet, amit összetört, és a repülőgépen visszafele adott nekem egy 4-szer akkorát, így ordítva, hogy itt a művésznő, mekkora rajongója vagyok, és tudom, hogy most van a születésnapja az internetről, és odaadott egy mikrofont, és így
lefagyott mikrofon. A parfümöt. Nem mikrofon, parfümöt. Tehát én nyilván el tudom képzelni, amikor Bombera Kriszta, te milyen sleppel voltál? Én a kislányommal. Igen. Te? Ekkora hülye. Szintén a két lányommal. Szintén a két lányommal. Okay. Hát de itt többen itt a... vannak. És gyerekek. Itt hol van? Azért, hogy ha összeadod, hát egynek kettő az három, mi ötnek kívül. De nem, Barcelonában családot alapítottam mindannyian. Már az a família. Azt írja a Robi, hogy és együtt ünnepeltünk katalán-magyar ismerősen. Kinek van még katalán-magyar ismerőse? Nekem van egy. Katalán-magyar? De az lehet, hogy nem az. De úgy néz ki. Argentin-magyar jobb? Argentin-magyar már egy fokkal jobb, igen. Szerintem, aki előlül, már a Krisztával szemben, ő katalán-magyar. Igen, mert ő nem tudja, hogy hol van. Nem tudja, mert hogy ő nem ismeri a Robit. Meg ne rászul. Köszönöm mindenkit. Ő még örül. Jézusom. Ő a katalán fiú, akit Szerzsinek hívnak. Ő és a magyar tudja, párja, Eszter. Ő a nagyobbik lányom, Anna. Az Annának a párját is, az udvarlóját magunkkal vittük. Ezt mit te fizetted? Igen, a Bombit is én. Ő a Bombi, ő vagyok én, nagyon jól nézek ki. Azt hittem, hogy a Kapos Gyula. Az a Róza? Ő a Rozi, igen, ő a kisebbik lányom, igen, ő pedig a Bombinak a kislánya, akivel ez jött. Ez a lányom, nem a Róza. Jó, oké, Bombi, akkor hol vannak, hol a filozófus és hol van Róza? Otthon. Otthon. Ez ilyen csajos buli volt. Az én férjem dolgozott. Igen. És Róza? Az én férjem is. Látjátok itt az euforikus kárászrobi bejelentkezést. Nézzük meg most Bombinak ugyanerről az eseményről a készült kommentárját. Azt mondja, no de hogy kerülünk mi együtt Barcelonába, véletlenül boldog születésnapot, Robi. Tehát ő ennyire intézte el ezt a igen, napkalátot. Igen, látszik, hogy a Robi még boldog. A Krisztának a szemét nézek, az nem mosolyog. Nem mosolyog. Az a baj, hogy oda egy komoly filtert kellett betenni, hogy mosolynak tűnjön. De ugye, hogy van ilyen, hogy valaki nem örül ennek, és mégis a másik persze, erőszakos az meg rábeszéli, hogy csak vacsorázunk mégis együtt. Mégiscsak születésnapja volt. Mégiscsak születésnapja. Meg neked is, nem? Egy picit előtte. De én nagyon egy szeretem picit. A Robit. Igen. Soha nem hiszi el. Amikor ez a kép készült, aznap este, ugye november 1-én, ugye az én születésnapom volt. Halottak napjával? Várj a tapsot! De november 1 az... Na, ezt sem tudod jól, tehát minden az a baj, annyira felszínes, hogy ez minden szentek napja így van, mert november 2-án van a halottak napja. Nem, és... 31-én. Nem, az a Halloween, igaza van a Robinak, igen. Ezt hogy tudtad kimondani? Na, bánom. Megnézem, hogy mindjárt hány órája megy az hajnal. 13 óra. Mindjárt kapsz egy puszit is. De akarod befejezni, vagy úgy ítéled meg, hogy unalmas lesz a sztori, és a modell tovább? Nem, nagyon jó a sztori. Ugyanis azt mindenkinek tudnia kell, hogy ugye mi a Bombival nem csak itt találkozunk, hát már ugye hónapok óta együtt vezetjük ugye a reggeli tudom, műsor. Oké, de mondjad. És a születésnapom előtti héten mondtam bent a stúdióban, amikor a Vadai Ági elment, de még nem jött be mondjuk a Gyurcsány fel. Meg tudjuk-e technikailag azt oldani, hogy a Robi mikrofonját lehúzzuk, és akkor mi négyen eldumálgatunk. Ez lehet? Mert akkor megvagyunk, akkor zárjuk ki a kárászt. Hogy nektek nem volt olyan külföldön, összetalálkoztatok valami ismerőssel? Figyelj, én is megkapom a gázsimat, és az úgy kellemetlen volt, ő akart volna veled még bulizni, jönni, menni, de te úgy nem akartad volna? Hál' Istennek ilyen nem történt meg, Gábor. Így van, hát Steve én emlékszem, még gyerek voltam, és a családommal egyszer voltunk édesanyámékkal nyaralni Balatonon, Csopakon. És feltűnt a Robi. Nem a Robi volt, mert még én gyerek voltam, hanem volt egy nagyon-nagyon kedves színész kollégám, Kautsky Józsi bácsi a feleségével, a Cilivel ott nyaraltak, és a mi családunk anyám fölismerte őket, na jó, telepedjünk rá a nyakukra. Azt csináltuk, hogy oda terítettük melléjük, és én gyakorlatilag a Kautsky Józsi bácsit így néztem 3 héten keresztül. De az nem zavaró. Nem volt zavaró. Emlékszel, hogy az újságok tele voltak azzal, hogy Sebestyén Balázs elment Zanzibárba,
szállodára egy haverjával nyaralni, csak kifogta pont azt a szállodát, ahol Sobert Norbi edzőtábor tartott. A legjobb fej a világon. És által minden reggel úgy menekült bokrokon át, hogy ne találkozzanak össze. 11 napon keresztül, tehát az nagyon durva. El tudjátok képzelni a következő szitut? Mondjuk Steve és Zoli, hogy ti nagyon bírjátok egymást. Mi nagyon. És tegyük fel, mondjuk Steve, te golfozni vagy Madridban, aha, az angol rokonsággal, a családoddal. És én megjelenek az Atletico táborral. És te megjelenek. Az Atletico táborral, hogy Zoli, és te rá akarod venni a Steve-et, pedig ott vannak az angol rokonok, hogy menjen el veled inni. És hagyjon ott őket. És mi már így van. De Steve, de te le akarod rázni. Lerázom, hát már nézed, hogy... Na jó, találkozzak. Jó. Hello. Steve! 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 Se atleti! Oh my God! De anyám, figyelj már ide! De Stevie, hagyjad már! Stevie, hagyjad! Vágod, Zoli vagyok! Nice to meet you! What time is it? Anyád to meet you, gyere már! Atletico meccs van, vettem neked is egyet! Thank you very much! Oh my God! Who's the... This is, oh my God, Timmy. My shit! Igen már! Nem így szanírjuk alatt! Nem adja a f***ot! Ja, Zoli, tényleg ez a kéztartás, amit már lőtsük a csukró. Hallod? Hát te mennyivel jobb színész vagy, mint ez? Na, de én mennyivel jobb rapper vagyok, mint ő? Na, csinálhatjuk. Jaj, de jó. Köszönjük a lehetőséget, remélem felfigyelnek ránk. Képzeljétek el, csodát fogtok látni. Először fordult elő, hogy egy focista nyilatkozatához tényleg értelmező kézi szótár kellett. Elmondom a történetet. Az Újpest legutóbbi Kérdezz felelek epizódja, igen, azt fogjátok látni, amiben ezúttal Novotny Soma válaszolt a szurkolói kérdésekre. Soma nagyon nagy. És most nézzük meg, hogy Soma mit válaszolt a következő kérdésre. A kérdés így szólt: nagyon sok negatív komment jött kérdés helyett, ezeket hogyan szoktad kezelni? Figyeljétek, Soma mit mondott. Zseniális. Igen, sajnos nagyon sok indulatos ember van, vagy indulatos kommentelő volt, akikre sajnos jellemző, hogy képesek az addigi introaktíven megélt külső világ percepcióját vulgárisan kommunikálni, mind szerintem explicit és implicit módon is, amihez még hozzájárul némi passzív-agresszív dimenzió is háttérben, ami nyilván nem esik jól, de tudjuk lekezelni. Hát ez óriási, gyerekek, ez abszolút jó. Csodálom, hogy még nem hívtad meg ide a hashtag bocsolat. Hát én meghívom. Hát itt vannak Újpest futballisták, ők se beszélnek jobban. Hát ne viccelj már, a Peti ebből, úristen, ez hogy dumálnának a Petyával? Na, de, hát a Peti semmit, most valószínűleg így leesett volna az állás, itt koppan a szőnyegen, de hát mi? Tehát most hát őszintén... Nekem is voltak fehér foltok. Gyerekek, mi ezt kiszótáraztuk? Tehát azért na, nem voltunk ennyire volt magabiztosak. Volt bármi értelme annak, amit mondod? Egyébként volt. Egyébként volt? Nem volt? Szerintem. Jó, akkor nézzük meg. Te mint jogi szakember. Gyerekek. Ebben nem olyan kognitív diszonanciát váltott ki ez az egész, hogy én ezt édesem, most nem tudom. De szép volt. Kognitív diszonancia. Nem, szerintetek, mindjárt megbeszéljük, hogy mit mondott a srác, de szerintetek ez most trollkodás volt, tehát ő betanult egy szöveget. Biztos vagyok benne. Nem. Vagy? Szerintem is. Szerintem meg nem. Szerintem nem, ezt improvizálta, ez nem megtanulható. Ja, nem megtanulta, hanem ő direkt... De basszus, ennyire jól, annyira természetesen válaszolta ezt. Hát a természetestől azért messze van. Nem volt természetes? Nem, hanem inkább a trollkodást éreztem benne, hogy tényleg valami olyan... De akkor nagyon okos ember. Jó? Ez komoly? Válaszolok, csak le voltam némit, ki az Róza? Felvételen vagyok. Ad már ide. Jó. Beszéljünk már vele. Ki volt? Ki az? Egy Dorottya nevezetű hölgy, de a vezeték nevét nem mondom. Udvaros? De akkor nagyon okos ez a fiú, hogy ez nagyon, szerintem egyébként, ugye rá volt írva, hogy jó ma. Ugye azt tudod, mit jelent, hogy jó ma.
Nem. Én se. Ezért van rá. Tehát már elvolta a figyelmemet, hogy ma mi jó? Hogy jó, ma jó, jó ma, és közben vakít minket. Jó, tehát ti azt mondják, hogy trollkodás, én bevallom, igen? Én bevallom, én annyira, tehát vagy pszichológiát tanulom a manus, és egyszerűen jött elő belőle az, amit itt szó használatban összeszedett, nekem teljesen természetesen. De mit mondott? Tényleg ezt fordítjuk? Most már jó, nagyon akkor nézd, hogy egy szót nem értettem. Jó, akkor nekem fel van írva az a szöveg. Tehát igen, sajnos nagyon sok indulatos ember van, vagy indulatos ezt kommentelő értjük. Volt, igen. Akikre sajnos összefüggésében, azt neked nem megy. Akikre sajnos jellemző, hogy képesek addig introjektíven megélt külső világ percepcióját vulgárisan kommunikálni. Tökéletes. Meg nem menj tovább. Okay. Lemaradunk. Ez mit jelent? Én gyerekek, biztos. Mindent kiszótáloztam, tehát bármit tudni akartok, bármilyen szót mondom. Hát az egészet, ha lehet. Introjektív, az introjekció magába vetítés, a külvilág élményeinek beépülése az egyén képzeletébe, valamely külső tulajdonság magunkra vonatkoztatása. Tökéletes. Így se értem, mindegy. És ezt így használjuk. Igen. De mi jön utána? Tehát az addigi introjektíven megélt külső világ percepcióját... Azt nem csodálom. Vulgárisan kommunikálni. Jó, de akkor itt már ismétli tulajdonképpen magát az introjektívet, meg a külső világnak a percepcióját. De nem ismétli, hanem egy olyan választékosan beszél, hogy nem ismétli meg ugyanazt a szót, de hanem fantasztikus. De tele van tautológiával, ha megfigyeled. Bizony. Taxi! Megyek tovább. Ez a film. Tehát percepcióját vulgárisan kommunikálni, mind szerintem explicit és implicit módon is, amihez még hozzájárul némi passzív-agresszív dimenzió. Tehát a ki és be. Mondok nektek minden. Percepció az ugye az észlelés, érzékelés, vulgáris, közönséges, tudjuk. Az explicit az egyértelmű, és az implicit az közvetett. Egyértelmű és közvetett. Fantasztikus. Passzív agresszió. Én azt hittem, hogy semmi értelme. Azt hittem, semmi értelme, semmi értelme. De van nem? Értelme. És ugye a dimenziót tudjátok. Tehát gyakorlatilag most nagyjából, Zoli, foglald össze, mit mondott Soma. ugye egy-két szóban? Igen. Van egy Somó köcsög, hogy ezt el fogom vágni őket. Ezért baj, látod, a kapsait lenézik meg, hogy jaj, újbe futballista, jaj, se... És ide ez vár, zseni. Hogy jogi doktorok, meg műsorvezetőknek így... Csak a labdát nem tud eltalálni, egyébként baromi jól lesz. Oké, megpróbáljuk, talán beléd szólult a legtöbb idegen szó így ötünk közül. Megpróbálnád te is összefoglalni, hogy Soma mit mondott? Tehát a kérdés ugye az volt, teljesen hogy sok negatív komment... Hogy? Sok a köcsög az interneten. Sok a köcsög, azt tele kell vágni őket. Ezt mondta. Tulajdonképpen ezt mondta, csak más nyelven. Igen. Oké. Eddig nem értettem, most, hogy a Zoli mondta, már értem. Ti tudnátok-e értelmes mondatot összerakni az introjektív, a percepció, a vulgáris, az explicit, az implicit, a passzív-agresszív és a dimenzió szavakkal? Ez most ilyen érettségi, kezdek izzadni, nem már. Én egy kommentet, ugye mi műsorvezetőkkel szoktunk kapni általában észrevételeket, kommenteket ugye a teljesítményünkkel, vagy a munkákkal kapcsolatosan. Én az egyik legszebbet szeretném most akkor így elmondani, amit életem során kaptam egy politikussal folytatott beszélgetést követően, hogy szorult volna bele a fejed a k***va anyád csájába, amikor megszült. És tulajdonképpen ezt mindenki érti. Ez passzív agresszió. Intuitív módon megért. Kicsit az implicit módot azért. Explicit és implicit módon megért passzív agresszió. Valamiben egyetértünk, hogy ebben vulgaritás nem volt. Igen. Nem tudom, hogy ti használtatok-e már Google Street View-t. Igen. Tudjátok mi imádom, az, ugye? Mindenki imádja, amikor a Google térképen belemész, és tényleg ilyen 3D-be szinte végig tud sétálni az utcákon, a világ bármely pontján. De ilyen áll 3D, de tudod, miről szól a történet. Imádom. És hát, hogyha valaki beüti a Zalaegerszeg Tó utca egyet, olyan csodát fog találni, de ezt a csodát majd a reklám után mutatjuk meg, jövünk vissza egy pár perc múlva. Folytatjuk a hashtag bocskort Bomber a Krisztával, Kárász Robival, Hajdú Steve-vel és Gangsta Zolival. Az előbb ugye elkezdtük már a témánkat azon a kérdéssel, hogy melyikőtök használ Google Street View-t. Ismeritek-e, hogy mi az, mi van? Én is. Melyikőtök használ gumit?
Az is egy jó téma. Igen. Annyira megdöbbentem, hogy erről fogunk beszélni. De komolyan. Hát három percen mondtam, hogy Google Street és nektek gumi. Biztos voltam benne, hogy azt mondod, hogy... Tényleg? És használsz gumit? Nem, akkor, amikor össze akarom fogni a hajamat. Ja? Érted. És abban a csőrendszerben hogy tudod a hajadat belevonni? Az milyen gumi? Téli, mert az a lassabb az lassabb. Szóval Google Street View, így hívják, tehát utca nézet, vagy nem tudom, hogy kell lefordítani. A lényeg az, hogy ugye beírod egy oldalon, beírsz bármilyen címet, akkor meglátod, rá tudsz közelíteni, és ilyen, itt az utcán sétálnál, bárhova tudsz kanyarodni, minden épületet kívülről megnézni. Sokan váltak el miatta. Igen, ez egy baromi érdekes kérdés, mert igazából ezt egy ilyen autóra szerelt kamera rögzítette a világon mindenhol, és amit ő fölvesz, amit ő rögzít, az rákerül, maximum az arcok ki vannak blőrözve. Igen. Meg hát a rendszámok. Már azután, hogy sokan elváltak miatt. Ezek után, így van. A rendszámtáblák is a kocsiknak. Igen. És hát szeretnék egy gyönyörűséget mutatni nektek, mert egy ilyen pillanatképen tűnt fel Imre. Imre, ha beütöd... Imre a pillanatképen! Mindenkinek elmondom, üssétek be otthon. Zalaegerszeg, Tó utca 1. Zalaegerszeg, Tó utca 1. És itt van Imre. Annyi biciklizet, Imre olyan sokat biciklizet, hogy elfáradt egy picit. Imre sportoló. Nyilvánvalóan az internet most. Abszolút, most is rámehetsz és bejön, ott van. Van egy kis 8-as az egyik Igen. Én tegnap néztem meg. Ott volt. Mi is néztük tegnap. Imre állandóan ott fekszik. Nem, ez egy 2012-es pillanatfelvétel. De hát ezt azután cserélték ki. Megtaláltuk azóta Imrét? Képzeld el, a Blik megtalálta Imrét, és gyönyörű a kép aláírás, amit Imrével kapcsolatban írtak. Azt mondja, tudtán kívül lett híres Fekete Imre, 48. Imádom. A járdán fekvő biciklis, akinek fényképe bejárta az elmúlt napokban az internetet. És itt most mutatnánk egy másik képet, amikor Blikler rátalált Imrére. Imre itt látja saját Imre, magát. Csoda! Egy csoda. Fekete Imre debreceni születésű. Én magam is az vagyok, tehát tudom, hogy milyen helyzet. Képzeld, Gábor, akár hiszed, akár nem, van egy Imre nevű oroszlányi ismerősöm. Imre, ő nem abba, tehát ő nem az a csapat, nem az ítéletvégrehajtók között van, hanem ő csak egy ilyen polgár Imre, és ő már fölköltözött Budapestre, és vele megtörtént az hasonló, tehát lám viselkedett, megtörtént az, rendőrök megállítottak az autóba, Imre, kérem, szálljon ki, nem tudok. És azt mondja, meg kéne azért fújni a szondát. Megfújta Imre a szondát, majd azt mondta a rendőr neki, gratulálok Imre, még egy ezrelék és alkoholmérgezés. Átkéne szállni a másik autóba. Én erről, ahogy mondtad, Imre, rögtön az ötöt, gratulálok Imre! Ez ő, amikor látja saját magát. Most annyira szép a cikk, hogy ezt felolvasnám még nektek. A felvétel 2012. márciusában készült, ellátogattunk, ezt írja a Blik, Zalaegerszegre a Tó utcába, és meg is találtuk a képen lévő Fekete Imrét. Törzs helyén a Tó utcához közel lévő fenyőpresszóban futottunk össze, ahova munka után szokott betérni egy pohárka borra. Mindenki ismeri őt a környéken, nem áll nagy ivó hírében, az meg kifejezetten ritkán fordul elő, hogy poharazás után elessen. Tehát ezt mondják a helybériek, hogy ez szokott, de nem sűrű. Igen, na de igen, hogy azért helyszín válogatja, hogy mi a sűrű. De nem? Igen. Tehát, kultúrkörönként változik ez, hogy mi a sűrű elesés, és mi a nem sűrű. Ez abszolút így van. Egyébként képzeljétek-e, megnéztem, bocsánat, csak ne arra, hogy előre ültem megint a fotelben. Tényleg most is fönt van egyébként. Persze, hát ez nem... És egy másik szögből van ott. Nem, hát tudod forgatni. Ezt nézzük meg mindenhonnan. Tudod forgatni. De nyugodtan csinálj ilyen... Két ujjal, tengelyek két ujjal, nyugodtan. Menjél rá kettővel, és nem, az ő telefonja azt nem tudja. De tudja. Tudja. Csak azt akartam a Krisztáltól kérdezni, mert ő jogi végzettségű is. Hogy perelhető. Hogy ilyenkor elegendő az... Várjál. Hogyha aztán, ugye, mert ez ki van blőrözve, ki van takarva, ugye a... Aggódtam, ott nem volt kitakarva, ami Imrénknek az orra. Hát Imre vállalja a Blikben is. De figyeljetek, így van, mert a neten nem volt még kitakarva, de most meg már ki van. De hát ez is a neten van, drága Robi. De azt mondom, hogy lehet, hogy azóta ez hogy a Google... Ezt hogy értetted, hogy a neten még nem a neten még te, itt már nálam nem. Úgy értettem, hogy amikor ez kijött hírbe, akkor a neten még nem volt kitakarva, de most már a friss Google-be ki van. De most már mindenki tudja, hogy ő Fekete Imre 48.
sőt, azóta szerintem... De jogilag... Most te véded az inkognitóját? Mert késő. De szerintem Imre itt... Nehogy rájöjjenek, hogy ő fekete Imre. 48. Imre a jogra itt nem nagyon gondolt, inkább arra, hogy hogy jutok haza. De ami... Erre az interjúra is egyébként ez a kék bringával érkezett, mondják a brikkesek, és idézem Imrét, mindenhova biciklivel járok, és ritkán esek el. Fantasztikus egyensúlyérzés. Szerintem mi osztálytársam lehetett Debrecenben, mert egy idősek vagyunk, és volt egy gyerek, aki mindig Iminek hívták, és biciklivel járt. Emlékszem arra a napra is, egy buliban voltam, és hát bevallom, kicsit iszogattam. Két kanyar után el is estem, ekkor mehetett el mellettem az autó. Na most várjatok, ez az autó körülbelül 1 km/h megy, tehát így. Tehát, hogyha elesek, akkor is, jaj, mi van? De ne haragudjatok, most kihoztad belőlem a jogászt. Na. A Google Street View részéről, igen. Ez nem... segítségnyújtás elmulasztása? De egyébként tényleg... Ugye? Ez egy jó kérdés. Meg kellett volna szerelnie a biciklit. Hát ebben a tempóban nem tud kiugrani. Azt mondod? Hát nem, hülye vagy, kiugrik az autóból, egy menő autóból. Látja, hogy ott az Imre, és nyomul tovább, körbejárja, hogy mi is meg tudjuk most nézni. De lehet, hogy kiszólt, hogy Imi, jól vagy? Akkor megyünk tovább, és... Csak így lehet. Ez a Google részéről, ez nagyon sűrűen. Egyébként ez jogos az a felvetés, de szegény pasonak ez milyen szörnyű, tényleg, hogy az ember elnézi ezt a képet, hogy így fogja két oldalra. Ez a Sikoly szegény... című festmény. Zoltán! Ahogy így szembesítik, hát tényleg ez. Hogy ez tényleg én vagy. De el nem dobunk össze neki egy új biciklit? Tehát, most komolyan. Hát eldobja a biciklit. Igen. De ez, a fénykép ugye 2012-es, a cikk az ugyan... meg idei, tehát 6 éve még működik. Tehát ez rendben van, ez a bicikli. Jó, de hát nem kéne egy több sebességes? Megyünk neki. Vagy három kerekű? Egy három kerekű. De ő Zalaegerszegen van, de Debrecenben így tanították a biciklezést nekünk. Tehát dobd el a biciklit. És te kügyhajat. De hogy kerül? Dobd el fel, ugye? Itt van egy debreceni hős. Egyébként már külön honlap van arra, hogy milyen hülyeségeket lehet látni ezen a Google Street View. Miért váltak el egyébként? Te ezzel kezdted ezt a blokkot, hogy hányan elváltak emiatt? Hát mert csak megcsalálták. Nézd, meglátták az e-mailt. Nyilván mindenki megnézi a saját házát a Google Street View, nem? Igen. Én is megnéztem. Igen. És megdöbbenésemre ott áll egy autó a telken belül, de a garázs mellett egy olyan autó, ami nem a családé volt. A te házadban? Igen. Gyan. Ma is, hogyha fölmész, akkor ott áll az autó. Erről beszéltem. Hála a jó égnek, nyilván a rendszám ki van blörül, hála a jó égnek, az autó felismerhetően a babysitterünk autója. Mázli. De ez bármikor számon kérhető, tehát nem aggályos ez, jogász kisasszony? Hát de ez meg is történt, tehát ezek a sztorik, ezek tényleg megtörténtek. De, hogy egyszer csak ott áll egy autó, amire nincs magyar. De perelheti a Google egyébként egy ilyen miatt? Ezért egy... kezdték el blörözni az arcokat, igen. Az arcokat lehet, de hát nézd meg, szegény Imrét így van, kiblőrözték, senki nem ismeri fel, csak az összes ismerőse. Hát egy perc alatt megtalálták a szemépresszóban. Úgy senki nem esik el, mint Imre. De Imrét nem az arcáról ismerik föl, hanem a bicikliről. A bicikli, a ruházat, mindent, az arc ki van blőrözve, mindenki felismeri, aki ismeri. Na de ugyanezt én beütöttem azt, hogy Szent László tér 16, az az ATV. Igen. És itt lehet látni, nem tudom mikori a felvétel, de itt lehet látni, hogy a Kárász Robi megy dolgozni. Tényleg? Tényleg. Nem én vagyok, de hogy is. Neki van ilyen oldaltáskája? Nincs. Ebben a susiban? Aha. Ez ki? Szuki, ez a fehér. Nincs is ilyen koptatott farmerem. Ki ez az Armstrong a Holdon? Akkor nem vagy. Jó. Na de bárki, tehát de bárki egy utcán, nem tudom, valakit meggyanúsít, valaki, hogy mit tudom én, félreléptél, ismeri a csajt, hogy hol lakik, beírja és látja, hogy ott éppen ott sétálsz. Ott az ember vagy ott az autó. És hát csak ő ismeri fel, hiába van kiblőrözve. Megtörtént, és a Google fizet ilyenkor? Jó kérdés, utána fogok nézni. De nagyon-nagyon kellemetlen dolgok tudnak ebből. Az, hogyha mondjuk megnéz egy gyerekkori házat, és mit tudom, már van olyan hozzátartozód, aki nem él, de még a háznál éppen ott van, az olyan illúzió. Az meg a másik, igen. Mire jó ez az egész? Most őszinte, tehát az, hogy a titkos szolgálatok használnak ilyeneket, és benéznek minden szögből, sarokból, meg tudnak nézni épületeket, területeket, hát terepeket. Tüntetéseken ez van gyakorlatilag. Ez, de azt mondom, hogy ez rendben van. De miért kell nekem magánemberként gyakorlatilag a világ bármely pontján rálátni bárkinek a házára, nagyon ablakára? Nagyon kényelmessé teszi, nem az, hogy rálás. De mire jó ez? Most például akkor mentünk Barcelonába, például a Krisztával, mert ők külön utaztunk. Ugyanezt csináltuk, hogy hol van a Kriszti. És akkor én néztem például. Mi? Nem láttam.
Kerestem a Google Street View, de nem láttam. Nem épülhet tájékozódás szempontjában. Például a katalán ismerőseink, most megint ugye rájuk kell, hogy hivatkozok, igen. Ajánlottak a La Ramblán egy olyan kocsmát, amit nem ismernek a turisták, de mondták, hogy menjünk el, mert a helyiek nagyon-nagyon-nagyon szeretik. De nagyon nehéz volt megtalálni, nem, nyitva volt. De ahova engem vittél, az zárva volt. Jó, de azért, mert nem akartam fizetni, hát nem volt annyi pénzem. Tényleg zárva volt. De ott volt nála a mikrofonja? És bele akart énekelni, de nem engedtem. De igen, tehát te megnézted, hogy melyik kocsma van zárva, ahova viszed a bomberát? Nem, nem, hanem azt a helyet akartam megnézni, és néztem is meg. Ami biztos zárva van. Mert mondta az is. Zongor ilyenkor egy Chopin-t eljátszik. Az egyetlen szóval barátodat öleld oda így. Többek között, ugyanakkor a pillanat nem aggályos, sem mondjuk betörés szempontjából. Ha családi ház, pontosan látják, hogy lehet megközelíteni a kertedet, esetleg még a nyílászárókat is látják, nagyon-nagyon komoly képeket lehet bizonyos épületekről. Tehát, hogy rengeteg a aggályos sem van ebben. Nekem mindig ezt nézzük. Hát persze. hogy tényleg kell-e nekünk magánembereknek ezt használni? Tehát ez most nagy, nem tudom, érvágás lenne, hogyha nem volna Google Street View az nem életetekben? Nem. Hát az én nem is tudnék aludni, még egyszer sem néztem rá, hagyjad. Nem néztél Google Street View? Soha. Én körülbelül egy hete néztem meg, tehát akkor mutatta ezt a feleségem, és hát minden régi gyerekkori házat megnéztünk, ilyen ingatlanokat, vagy ahol voltunk például nyaralni, Orosházán, igen, Orosházán, Margit-sziget, meg minden. Tehát, hogy megnéztük ezeket, és én elszörnyedtem, hogy ezek mindent tudnak róla, igen, bármi. Igen. Tehát, hogy a telefon ott van. Ezek azok kik? Te. Akár. Akár. Volt-e valaha olyan pillanatotok, ha a Google kocsija éppen arra ment volna, akkor az most gáz lenne? Igen. Nekem csak olyan volt. Jó, akkor tegyük fel, mondjuk ittas vagy, vagy mondjuk idézőjelben tilosban jársz. Fekszel a földön. Az utcán. Nem, és látod, hogy jön az UFO-nak tűnő Google autó. Mit csinálsz? Tehát mi az első reakció? Én nem is tudtam, hogy néz ki, vagy nem is tudom, hogy néz ki ez az autó. Hát ez a tetején van egy valami nagy gömb, ami tele van ezer objektívvel, ezer lencsével. Tehát ez úgy néz ki, mint egy UFO, tényleg úgy néz ki. Én tűzharcba keveredek, nem tudok mást tenni. Lősz rá. Valaki mit csinál? Én hirtelen levenném az ingemet, és így rádobnám, hogy ne lássa. Van állandóan csinálja a képeket, tehát valószínűleg lehetne látni róla egy ilyet. Na nem össze még, hogy veszem, dobom rá. Azt megpróbálom leköpni, nem tudom, de tényleg, hogy terítse be az egészet. És az, hogy egyből halottnak tetted magad, mint Imre. Tehát és mi lenne az ember elkezdene pózolni? Hogy szokták ilyeneket csinálni? Van olyan sok. De ezt a soron szokták csinálni a... Azt máshol szokták? Igen, amikor így állnak a csajok így. Igen. Mikor volt a utoljára? Régen volt, de holnap mert... Hát az a vicc, hogy igen sűrűn, mert hogy amikor még a Nóri óvodába járt, akkor pont ott a kamara erdőn egy olyan úton mészik. És ott egész jók a csajok egyébként, télen olajos. Mert azonnal... a narancssárgásat láttad? Ha igen. Én jártam így egyébként, amit most mondasz. És mennyit kell leadnod? Prostituáltan forgattam, és kínáltunk a sargon, az egész napját, hetekig te dolgoztam is vele, és megállt egy autó, így kinézett, és mondta, hogy drága Krisztina, de rosszul fizet a tévé. Tényleg ez láttam. De király! Én is mentem át ott, a barátom kölcsön adta az autóját, mert az enyém szervizbe volt, és ott mentem át, és a hölgy kiugrott, hogy nagyon a kuncsap, de a feleségem ott ült mellette. Leállította szinte, hogy megjött a rendszámot, fölismerte, alig tudtam kimagyarázni. Hát tudtam, mert minden héten oda járt a kék BMW-vel, a rendszáma YZ, nem, mindegy. És fölismerte a kocsit, szóval szörnyű. De most a te kocsidról beszélsz? Nem, az enyém, a barátomé volt. Barátod ezt a történet miatt mondtam így, egyébként az enyém. Egy barátom. Vashiányom van, azért tetettem az órát vele. Tudom, hogy nekem még az idő? Persze. Látod? Meg van még? 32 óra 14 perc. 32 óra. Nem tudom, hogy mindenki tudja, ki az a Kassai Viktor, Zoli biztos tudja. Ne. Tudjátok, ki Kassai Viktor, szóval... Világ legjobb bírója.
nem Hol? Először, de az is lehet, sosem, hogy nem utoljára sosem. Cikkeznek, vagy lehet, hogy abszolút utoljára. Itt van néhány címlap. Hát csak a címlapokat olvasom fel. Minden idők legrosszabb büntető befújása, vagy Kassai nemzetközi pályafutásának valószínűleg vége. Kassai Viktor a legjobb érv a videóbíróra. Kassai ma eltemette a Shakhtar Donyecket, minden idők legrosszabb 11-es, írja a BBC. Tehát szerintem mindannyian nézzük meg, hogy mivel érdemelt ezt ki, oké? Okay? Oké. Okay. Jó, tehát... Most esemény ez előtt vagyunk, vagy után? Ez a Manchester City, ez az esemény maga, tehát a meccs. De amit látnunk kellett volna, az a meccs. Ez az a 11-es. Megtörtént, ebből ítél 11-es. Nem, ez egy trükkfilm. Szóval ebből ítél 11-es. Közben a labdarúgó szakértővel állunk szemben. Manchester City és a Donetsz. De olyan kell a Krisztának, hogy futball. Tehát, ja, hogy ez igen. Futball. Futball és 11-es. Futballbíró. Ja, nem a bírósági ember. Nem. Nem az, aki, nem. Nem, aki ez a műsor után megyünk majd. Futballbíró. Oké. Okay. Meg vagyunk? Okay, meg vagyunk. A lényeg az, hogy ez befújt a 11-esnek. Hozzáteszem, nem ezen múlt a Donetsz vereség, a 6-0-ra nyert a Man United. Hát de... akkor azért... Donyec. Ja, hát most akkor 5-0 lett volna. Igen, de Mick Jagger egyszer azt mondta, hogy mindegy, mit írnak rólad a 70. oldalon, hogyha te vagy a címlapon. Te vagy a címlapon, címlapon van. Hát ez igaz, csak azt nem értjük, hogy egyébként emlékszel talán a Bayern Real meccsre, hogy azután ő miért kapott még sanszot, mert... Volt egy-két hibája, nem? Mondhatjuk. Hát ott volt két itt olyan hibája, aminek gyakorlatilag a Bayern... Hát, hogy befújtam. Azt kérdezte, itt mi volt a hiba? Mi volt? Én bocsánat, hát, hogy... Mikor ha jól tudom, nem fújt be egy lest, amit be kellett volna fújni, abból gól lett, és befújt a 11-es, amit nem kellett... De valami, ő valami azt kérdezte, hogy itt mi volt a hiba, itt a 11-es cimulálta. Én láttam, hogy egy valaki elesett. De úgy esett el, hogy az, aki mögötte futott, az a másik csapatban játszott, mert nem ugyanolyan színű trikóban volt. Shakhtar Donyeck játszott, narancssárga, világos kék, Manchester City. És hogy jön ide a bíró? Jön, vezeti a labdát, a bíró úgy jön, hogy mögöttük megy. Tehát így megy mögöttük a bíró. Kiesett a Pessarion. Megy mögöttük a bíró, és ő neki az a dolga, hogy megítélje, hogy mi a szabálytalan, igen, és mi a nem az. És ez nem volt szabálytalan? Na most, hát az nem szabálytalan, hogyha valaki belerúg a földbe és hasra esik, mert itt ez történt. De, igen. És ő a bíró, láttad, viszont határozott mozdulattal, legalább határozottan csinált part, mert a bizonytalanul, érted, hanem így. 11-es, érted? És ez úgy, mint amikor egy brazil bíró úgy fújt le egyszer egy meccset, az a legszebb mozdulat volt. Délomégre... És ehhez hasonlított ez a 11-es, de miért te barom? Jó. De gyerekek, Krisztus nem neked mondta. Aki hibáz, nem neked mondta. Aki dolgozik, az hibázik. Igen. Tehát nem, és, a, és ő rengeteget igaz. Dolgozik. És sokat dolgozik. Pillanat, először azt állapítsuk meg, hogy mitől jó egy bíró, tehát milyen képességei hát, kell. Hát, hogy nem ilyen. Ennyit én is tudok. Először is kell tudnia futni, ugye? Nagyjából ott lenni az esemény. Ha nem árt, hogyha nem távcsővel nézi a pedigolót. És igen, is legyen szeme, ahogy mondod, így van. De nem cserélték még le a bírókat videóbírókra mindenhol? Nem, van azt mondom, még ez bélben... a műfaj? Van, mindig lesz ilyen, mindig állítólag lesz a Kassai mindig lesz bíró. Mindig lesz bíró. Igen, mindig bíró lesz. Azt nem kérdez, hogy nem cserélik le a bírókat videóbíróra. Szerintem ő mindig bíró marad. De nincs marad. Már minden meccsen videóbíró is? Nem, csak minden. Ott szalad mellett egy kis videókészülő. Most úgy van a videóbíró, hogy az a bíró, aki bírja a videózást. Tehát most ő bíró, tehát hogy videóbíró. Tehát valaki a kávébíró, hogy bírja a kávébíró. De ő a videót bírja nagyon. Szerintetek nem lehet-e egy olyasmi, ezt most komolyan kérdezem, és abszolút Kassai védelmében, hogy... Hogy lefizették? Abszolút Kassai védelmében. Lehet, hogy lefizették? De akkor viszont érthető, több, nem? Inkább én védem meg a Kassait, de hát, hogy nem lehet-e az, hogy van egy olyas valami, hogy bíró lámpaláz. Tehát egy olyan ember, aki, tehát ő mégsem a, mit tudom, a Bundesligában, vagy a La Ligában, vagy a, nem tudom, az angoloknál fúj hétvégenként, nem tudom, Atletico Valencia meccset, vagy Dortmund Bayern meccset, hanem ő beül a Skodájába, elmegy füzesgyarmatra, átöltözik, jön a putnok, és kb. 40 ja, néző. És füzesgyarmon kifut a Manchester City, meg és bíró lámpaláz. Ez csak kifut az Old Traffordba, érted? És olyan sztárok vannak körülötte, akiket poszteren nézett eddig. Be kell dobni egy Amidazó fent, vagy miért?
Vagy nem lehet, most komolyan kérdezem, egy bírólám... Jól feled tapogat, szerintem lehet, hogy... Túl nagy a teher. Nem is a teher, hanem nem tudjuk. Lehet, hogy éppen ott hagyta az asszony, vagy nem tudom én, nem fialt a disznó hatot, az a baj, az asszony nem hagy... Tehát, hogy vannak gondok a bírónál. Az a baj, hogy a Bayern München női csapata is most elkezdett tiltakozni egy női bíró ellen, mert de az ő nem a Kassai. Nagyon rossz, nem a Kassai barátnője. A Kassai barátnője? Igen. Ne hülyéskedjetek. És anyukám az is Kassainak hívják. Anyukám is Kassainak, de megmondom, változtassa meg a nevét még egyszer. Már egyszer megváltoztattam, most még egyszer kérem. De gyerekek, az a baj, hogy ezekben a bírókban olyan önérzet van, tehát futballistának valószínűleg nem voltak nagyon jók, tehát soha nem jutottak válogatott. Hát maga mögé rúgta a 11-est. És igen. És arra vágyik, hogy mégis a futballpályán legyen, és ő de, bíró akar legyen. De most miért csináltok szegény Kassaiba? Mert olyan nem lehet egyébként, én nem nézek sok foci meccset. Nem. Semmennyit hanem pont olyan rossz szögben állt, hogy ő úgy látta, igen, hogy a mögöste futó játékos lehet, hogy fölrúgta. De egy ilyen szintű meccsen már mindenhol van videóbíró, akkor azt mondom, hogy akkor nézzük, hogy nézzük a videóbíró. Nem, ebben teljesen igazad van. Először is egy bíró, bocsáss meg Kriszta, egy bíró, én láttam olyan bírót, aki állandóan a támadással együtt futott. Tehát amikor jobbról beadták a labdát, soha nem tudták a támadó játékosnak adni a középcsatárnak, mert a bíró mindig ott áll. És egyet befejelt. Tényleg. Nem, hogy a bírónak kell tudni helyezkedni. Tehát azért nem mindegy, hogy milyen szögből követi az eseményt. De ezt is tanítják, így van. Ezt tanítják. Nem volt ott a Kassai. Na most figyeljetek, az történt, hogy akkor ez az ember csak elesett. Igen, pontosan. Tévesen. Jó reggelt kívánok! Hello, Isten bozol! Az a hashtag bocskor! Bombál a Krisztával! Fantasztikus! Most már Krisztán, megvan! Krisztán, hozzám a kávét, hogy megvan, megvan. Nekem egyszer az egyik kollégámnak olyan esküvője volt, hogy a házasságkötés után oda volt a meghívóra írva, hogy mindenki hozzon magával torna cuccot. Nem tudtok, hogy mi lesz, egy ilyen ifjúsági táborban volt a buli, mindenki tornagatyába, és foci meccs volt a mennyasszony és a vőlegénynek a ez iszonyú. Nagyon-nagyon jó volt. Részegen csináltuk, halál jó volt, és volt egy bíró, és hát jól játszottunk, valahogy indítottam, vagy valami volt, és egyszer csak fütyül valaki. Mondom, ki az a Rigó, aki itt van? Mondják, hogy ott a bíró. Mondom, akkor gyere, ezt fütyüljük, gyere ide, gyere, hakatos, fújkálni akarsz, gyere, rohan oda a vőlegény, figyelj, ne csináld be, dehogy nem, gyere, fújj, ne csináld, mi van, ő a mennyasszony apja. Egyébként a legjobb esküvő. A legjobb esküvő volt, annyi a tragédia a dologban, Megye háromba vezetett mindig meccset, és képzeljétek el, hogy az egyik le akarta fújni a fél időt, belefújt a sípjába, és ott lett rosszul a meccsen, ott régi álma, hogy egy bíró a pályán halljon meg, és sikerült. De szép. Második fél idő, hogy ez komolyan. Nem volt második fél idő, és miért úgy volt, hogy meg kell ismét, mert nem volt tartalék játékvezető. És úgy lett volna, hogy megismételik. De ezt figyelted, hogy mondta el? Mint egy gyönyörű történetet. Én mosolygott közben. És neki az lett a vágya, hogy a pályán halljon meg. Nekem az az álma. És sikerült. Hogy én valahol megtalálom. De én a golfpályán szeretnék meghalni. Hát rendeld meg. 92 évesen. Én szólok az oroszlányiaknak, hogy nagyon lehetne tudnak fejbe találni, mert nem jól játszanak. Figyelj, bocsi, igen. Egyébként ilyenkor, amikor egy bíró ilyen fatálisat hibázik mondjuk, akkor utána kap valami büntetést? Kétszer kimarad a dobásból. Nem, hát ez nem lehet visszacsinálni? Nem lehet úgy csinálni, mintha nem fújta volna le? Ez egy érdekes kérdés, hogy... Ez egy kelemezett, abáncolók, részművesek, perences, jól a ütők. Nem tudom, mi a konzekvenciája ennek. A Bayern Real meccs után mindenki azt várta, hogy ő már nem kap nemzetközi meccset. Igen. És még egy esélyt adtak. Sunyítóan eszlétől csak odafért meg. De egyébként, hogyha mondjuk ti lennétek a Manchester City játékosai. Nevetnék. Akkor én megpuszilnám. Nevetnék és megvásárolnám. Azt mondanám, mennyit keresel egy évben? De ott állsz, a Kassai 11-ese, megvan ítélve, és te ott állsz, és most rugnád be. Hát fejjel rúgnám magamat. Igen? Labdával. Te ennyire sportszerű lennél? Igen. Tehát, hogy ha te látod, hogy ennyire kamul... Áll, tehát érted? Nem, ez még 1-0 után volt, azt hiszem. 1-0 után? Uh-huh. Akkor bevikáznám a léc alá, és megpuszilnám a Kassait. Ez egy olyan hiba volt, amit Kassaiannál csak jobb bíró, mint hogy egy ilyet hülyeségben, vagy bármi figyelme. Mint mondjuk a Kriszta.
mint a Krisz. Hát nálam biztos. De mi történt ne. Ezután? Ne hagyjatok csigázni. Hát utána bement az öltözőbe, letusolt, és utána az... Ivott két sör. De ezt meg kell tartani? Tehát ha a bíró ekkora hibázik, hogy mindenki... A két sör mindig meg kell tartani. Így tartja. Ha hibázol, ha nem, az... Ki mondta azt az előbb, hogy hát demondtad, ugye, hogy hát végül is hibázott egyet. Hát ez egy emberi dolog. De nem tudjuk, hogy mi, tehát érted, lehet, hogy a Skodára, amit mondtál, hogy azzal megy a verseny, nem tudom, most nem tudjuk, valami. Hogy mi lehet, hogy a részletet nem tudta kifizetni. Te a szívsebészeddel is ilyen engedékeny lennél, hogyha így? Én egyébként igen, tehát az is ugyanolyan szakma. Nem baj, ha jobb oldalon keresi, de majd egyszer megtalálja. Tiszta, te nézted a BB-t? Nézted most a foci világbajnokságot? Hát látod, hogy nézted. Hát néztem, Robi. Na, együtt. Egy óriási nagy mikrofon volt nálad mindig. Nem tudtam tőle nézni. Mert ha fölül volt szédült, ha alul, akkor nem kapott levegőt. Ha oldalt meg nem látta a TV-t. Iszom, mert vas hiányom. Mekkora mázsi az eszem. Sajnos ez ilyen vicces volt. Ezen mindig nevetnek, Robi. Te csináltad. Milyen jó ötlet volt ez a színházi világban, hogy a színészek, hát nem ő, de mondjuk akit színpadra szólítanak, hogy van egy fix szövegük, tehát nem térhetnek többnyire attól el. Ez meg itt mondja magáit, mert azt akartam mondani, hogy mindannyian emlékszik a focira. Milyen finoman megkért. Vigyázz, a Zoli az én védelmezőm. Tehát én nem sértődök meg, ő nagyon, ha engem bántanak. És akkor hívja az oroszlányokat. Hát úgy néz ki, hogy igen, beszél, nem kell oroszlányok. Robi, mi lenne, hogyha nem túl bonyolult gondolatokat próbálnál egyszerűen és röviden elmondani? Tehát ez a kiülök a kanapé... meg velük van mindig. Kiülök a kanapé szélére, és most elkezdek elrabolni 10 percet a műsorból, és a Zoli alvását kockáztatod. Igen. Én meg kell, hogy védjem a Robit, ő frappánsan, röviden, és mindig jól fogalmaz. És gyorsan minden reggelemet feletöltöm. Isten ilyen beszél. Hát de reggel úgy tűnik. Köszönöm. Reggel még, de ma este van. Hát amilyen lassan fogtad fel ezt a 11-est, és szerintem nem is hallod. Milyen tempó lehet ott reggelre? Hát nem viccel, tudod mikor fogja megjelzni a macit? Az utolsó témánál. A macival mi van most? Kié az? Na. Én elhívlak benneteket, hogyha egyszer bejön a Kunhalmi Ági, elhívlak benneteket, az parádé, ami ott van. Amikor a Demeter jön be, akkor hívjál minket. Próbáld meg. Dörmögő Demeter. Látod? Robi, most itt ülök. Azért tettek ide, hogy odaérjen. Én már lábban nyomtam. Robi, próbáld meg, akkor most megfogalmazni utolsó gondolatodat, légy szíves. Szerintem a Robi valami konklúziót levont valamit. De az adásban az utolsó gondolata következik a Robinak. Tessék. Menjünk tovább. Csak azt akartam mondani... Hát ki vagy száradva? Hát így áll már. Csak azt akartam mondani, hogy mert hogyha nézte volna a VB-t velem rendszeresen, akkor láthattuk volna azt, hogy bizonytalan helyzeteknél hány percen keresztül álltak a monitor előtt, és nézték ugye a videórendszer rögzítését, okay. Hogy az történt, vagy sem. De szerintem akkor én... nem az volt, hát a ízi a reggeli mutatás. Ne szállj bele, mert válaszolni fog. Ne szólj bele, mert soha nem ér vége. Komolyan. Gyerekek, Steve, mi legyen? Tényleg. Bocsánat. Jó. Hidd el, te indítod be nála mindig. Igen. Különösen az óra jelenet után. Mert az előbb mondta, tehát hibák ugye a szívsebésznél, nem? Hogy vissza tud kötni a Gabi? Visszapróbálok. Tehát a szívsebésznél azt mondod, hogy megbocsátanál. Megbocsátanál egy túsztárgyalónál. Tehát mondjuk elmegy az emberrablóhoz. Én is belerakom az emberrablóhoz. Beszélget. Akkor a mobil! Gyerünk a mobil! Nem fér bele a mobilom, de beleraknám. Tehát mint ahogy túlsztárgyaló elmegy, az emberrablóval beszélget, és valahogy rosszabb a kommunikáció. Az enyém arany, és fejben övi a túlsz. Megbocsát a túl. Te ezt velem nem csinálja. Mit? Minden reggel együtt vezetünk műsort, és hagyja. Milyen az így? Kóstold meg ezt! Gyerekek, a Zoli szót kér! A Zoli szót kér! Nem szabad!
Többet összeültetni minket. Hagyjuk Langszazorit beszélni. Jó. Nem, én nem akarok, már akkora káosz már tényleg. Már én szégyellem magam, és ha egy káosz miatt én szégyellem magam, akkor baj van. Hogyha a túsztárgyaló elszar valamit, igen, akkor én oda küldöm a Robit, ad az alkalidásoknak két puszit. Köszönöm szépen! Gombára Krisztinának! Igen, igen. Kárász Robinak! Hajdú Steve-nek! És Gangsta Zorinak! Óriási volt! Remélem, hogy mindent ki tudtak hámozni a mai műsorból. Mi mindent elkövettük, hogy értető legyen, és most jön Hajdú Peti a Frisbee-vel, a kicsit lassabb tempó, egy ismétlés a nyári műsorok valamelyikéből. És egy hét múlva találkozunk újra. Jó éjszakát, viszlát!